ahol elfogadtuk a 2023-as pénzügyi beszámolót, illetőleg számoltattam arról, hogy az Egyesület elnök, hogy 2023-ban milyen munkát végzett az Egyesület, illetve a Felügyelőbizottság is megtartotta beszámolóját, amit mindent elfogadott a jelenlévő nagyszámú tagság, hiszen 60-an voltunk jelen, nagyon régen jöttünk ilyen sokan össze. A tagság 2023-as évi beszámolóját követően a 2024-es évről beszélt az elnök. A másik részben pedig elfogadtuk a 24-re vonatkozó terveket, a 24-en pénzügyi gazdálkodási tervet, illetőleg az, hogy milyen programokat tartunk fontosnak. Már részt vett az Egyesület a Borforraló Fesztiválon, ugyanígy rossz részt fogunk venni a Fresh Fesztiválon, minden más olyan városi rendezvény, amit fontosnak tartunk. Így meg fogjuk ebben az évben is rendezni azt a rajzpályázatot, amit elsősorban a gyerekek számára jön ki, és fogunk tartani egy Léner emléknapot is, Léner Antal emlékére ahol újra a munkásságáról, a család történetéről lesz szó. Emellett azért azt is megjegyezném, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Marcelli Otthonunk Egyesület mit végez, akkor nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy mit végzett Marcali Város önkormányzata, hiszen Marcali Város önkormányzatát így a várost most már nagyon-nagyon sok éve a Marcali Otthonunk Egyesület tagjai vezetik. Az a gondolkodás érvényesül a városban, ami a Marcelli Otthonunk Egyesület tagjait jellemzi, és az Egyesület mindent megtesz azért, hogy ez a város fejlődjön, hogy a város mindig előre lépjen, tehát elvitathatatlan, hogy az Egyesületnek igenis napi, aktív szerepe van a város fejlődésében. A program harmadik felében az önkormányzati választásokról beszélt dr. Sütő László. Az évi választásokról volt szó, és döntött a tagság egy hangú szavazással arról, hogy polgármester jelöltet állít, illetőleg mind a nyolc körzetbe állítunk jelöltet a polgármester jelöltje az Egyesületnek Berez Balázs Marcali Város alpolgármestere, akit azt gondolom, különösebben nem kell bemutatni, hiszen tíz éve alpolgármesterként, azt meg ezen tíz évig osztályvezetőként dolgozott a város fejlődéséért. Az egyes számú körzetben Fekete Lajos vállalkozót indítjuk, itt gondolom sokan ismernek a Helvécia étteremből. A kettesben dr. Mészáros Gézát, nyugye, nyugállományú ezredest, aki évek óta ennek a körzetnek a képviselője. A hármasban új jelöltünk lesz, hiszen Körösi András visszavonult, és helyette Horváth Lászlót, a két, kék hold és szálloda tulajdonosát indítjuk, aki azt gondolom, hogy mind családi indítatása, mind egyéb módon ismert a városba. A négyesben Berez Balázs alpolgármester úr indul, aki legutóbb is megnyerte ezt a körzetet, Dötösben Hosszú András, aki már több alkalommal megnyerte, ezt a körzetet, egy pénzügyi szakember, gondolom, szinte mindenki ismeri Andrást, hiszen itt nőtt fel közöttünk. A hatosba Takács Bernadett, a Takács Pékség tulajdonos ügyvezetője indul, aki ős gombai, hiszen a vállalkozás mindig is gombán működött, illetőleg Bernadett is gombán lakik. A hetesbe kutor Veronika, aki már több alkalommal megnyerte ezt a körzetet. Bízunk benne, hogy a boronkaiak most is támogatni fogják, illetőleg Marcoli déli része, ahol talán a legjelentősebb fejlesztés volt az eltúlt időben, szintén mellé fog állni. A nyolcasba szintén egy új arccal, Takásné gazdag Edinával fogunk indulni, akit nagyon-nagyon sokan ismernek, hiszen ő a baglasnak az arca, mondhatjuk már nagyon-nagyon sok éve, még ma is aktívan táncol, hogyha kell, és nagyon-nagyon és nagy munkát végzett azért, hogy a baglas továbbra is fennmaradjon. Én azt gondolom, hogy szerethető. Értelmes, hozzáértő jelölteket állítottunk, akik remélem, hogy elnyerik a város minden lakójának a bizalmát. Azt is el kell mondani, hogy egyúttal döntött az Egyesület arról is, hogy stratégiai szövetséget köt a Somogyi Függetlenek Szövetségével, és együtt fogunk kampányolni egymás sikeréért. A gyakorságot szeretnék még elmondani. Egy apró közjáték színesítette a tegnap estét. Ugyanis Lesből ketten is fotózták az odaérkező tagságot. Ez bizonyára azt jelenti, hogy nagyon népszerű a városba az Egyesület, hogyha fotót gyűjtenek rólunk. Az évben számos kulturális programban vesz részt az Egyesület.